Egy döntetlen és két vereség után negyedik hazai meccsén jól kezdett a Spari, Abdurrahman már a 8. percben vezet vissza ezett csapatának. 4 perccel később ismét ünnepelhetett a közönség, Bajzát talált Szűcs kapujába. A folytatásban is a Nyíregyháza irányította a játékot, több helyzetet is kidolgoztak a piroskékek, gól azonban csak a ráadásban született, Pekár a 92. percben állította be a 3-0-ás végeredményt. Most sikerült nekünk az első gólt rúgni az elején. Ez azért is volt fontos, mert tudtuk azt, hogy a Lombard pápa az elmúlt fordulókban több mint egy hónapja nem kapott ki, és nagyon kevés gólt kaptak. Többek között a múlt héten a Győr sem tudta őket megtörni, és így is kezdték a mérkőzést. Nagyon fontos volt az első gólunk, mert aztán utána teljesen mást kellett nekik játszani, és ez kedvezhetett nekünk. Az, hogy a 12. percben, 13. percben már 2-0 volt, ez még nagyobb lehetőségeket kínált nekünk. Az egy törvényszerű történet, hogy ilyenkor a hátrányban lévő csapat többet kockáztat, és ezáltal néha-néha jobban rá tudja erőltetni az akaratát a másik csapat, itt adott esetben ránk. Az első fél idő második felében volt is ilyen érzésem, hogy egy picit játékban nem azt kaptam vissza, amit az elmúlt fordulókban. De nincs két egyforma meccs, tehát 2-0-ás vezetésnél. Nem mondom, hogy megbocsáthatom, mert nyilván a hibákat ki kell javítanunk, de én azt hiszem, hogy szerkezetben nem váltottunk, de egy picit arra azért rá akartunk játszani, hogy nagyobb területeink lesznek, mint hogy hál' Istennek voltak is. A 6. forduló további eredményei: Szombathely Paks 1-3, Újpest Honvéd 0-0, Pécs Kecskemét 1-2, Videoton Puskás Akadémia 3-0, MTK Ferencváros 2-1, Győr Dunaújváros 4-3 és Diósgyőr Debrecen 1-1. A tabella élén a 18 pontos Videotonál megelőzze az egyaránt 14 pontos Paksot és Diósgyőrt. A Nyíregyháza Spartakusz 7 ponttal a 11. helyen tölti a válogatott meccs miatti 2 hetes bajnoki szünetet. Rajtól viszont a Liga Kupa, a Spari kedden Szolnokon lép pályára.